Dühös voltam. Leszóltad az Apple 2-t, és aljasul bántál a csapattal. Neked? Mindig mindent megbocsátok. Mennem kell, mert már csak 2 perc maradt próbálni. Van fogalmad róla, hogy ez mennyire lekezelő volt? Mi? Talán nincs. Csak nem szeretném, hogy bilincsben szállítsanak le egy repülőről. Te bocsátasz meg nekem mindig mindent? Te bocsátasz meg nekem! Nehogy sztrókot kapj, kis öreg! Mi az, amit te csinálsz? Lisa, miért nem tud rólam? Nem már, hány negyedikes tud rólad bármit is? Nem tudsz programozni. Nem vagy mérnök, sem formatervező. Egy szöget nem tudnál beverni a falba. Én építettem az alaplapot. A grafikus interfészt loptuk a Xerox Parkból. Jeff Ruskin volt a megcsapat vezetője, csak kifúrtad. Még a dobozt is valaki más tervezte. Akkor miért olvasom naponta 10-szer, hogy Steve Jobs egy igazi zseni? Mi az, amit te csinálsz? Én játszom a zenekaron. És te remek zenész vagy. Te itt ülsz a sorodban a legjobbként. Azért jöttem, hogy elmondjam az igazat. Tudod, miért jöttem ma ide? Nem most mondtad el. Azért jöttem, mert kinyíratod magad. A géped bukta lesz. Az egyetemi tanácsadó csapat azt mondta, hogy szükségük van egy erős munkaállomásra $2,000-3,000 dollárért. Ehhez képest a Next ára 6500, és erre jön rá az opcionális $3,000-os merevlemez, ami nem opcionális. Mert az optikai lemez túl gyenge bármihez. És a $2,500-os lézernyomtatóval együtt ez már $12,000. És az egész világon egyedül téged izgat, hogy a számítógép háza tökéletes kocka-e. Kinyíratod magad. És melletted szeretnék lenni, amikor ez megtörténik, mert erre valók a barátok. Ezt teszik egymásért, és nem kell a bocsánatod. Ismerlek, szóval nekem ne játsz meg magad, mert én vagyok az egyetlen, aki tudja, hogy ez a fickó itt csak a te kitalációd. Melletted leszek, mert ez a tökéletes kocka, ami az égvilágon semmire se jó, akkorát fog bukni, hogy olyat még nem látott a számítástechnika. Olyat mondja, amit nem tudok.